Utazásainkat támogatja a Meszlény Autó Kft., akik nélkül nem jutnánk el ilyen csodás helyekre. Kirándulásainkat támogatja a Hotel Küküllő Székely udvarhelyről. Filmünkben Székely udvarhelyről indulva a Hotel Küküllőből Homoródalmáson keresztül kerestük fel a Vargyas szorost a homoródalmási Szalkai Sándor útbaigazításával. Jó napot kívánok, adjon Isten! Megyünk az almási barlang fele. Medve van? Nincsen? Alszanak még? Hát az nem, de nappal nem. Nappal nem nagyon jönnek? Hát még merre járt bátya? Még vannak marzsok. Mi csodák? Hát emberük, ilyenkor. Aha, értem. Zavarva van, nem tudják. Ah, zavarva van a medve. Aha. És így látod sokszor medvét, hogy jár a hegyekbe föl? Igen. Igen? Farkast is? Farkast nem annyira. Medvefokó. Hiúz? Nem lát. Azt még nem. De szarvas is van, meg őz is. Van is. Vaddisznó is. Igen. Mi, merre járt? Mit csinál? Van itt. Merre? Ide, hátra, egy fűt. Ah, és akkor itt van földje? Igen. Ott mit termesz, bátya? Füvet? Szénat. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, erőt, egészséget. Köszönjük, viszlát. Nos hát, elindultunk az almási barlang fele, vagyis a Vargyas szoroshoz, de nem Vargyas településéről, hanem Homoród almásról, ami ugye a Homoród patak partján fekszik. Jól mondom, Sanyi? Így van. Mert velünk van egy kísérő itt Homoródó almásról. Ugye itt megálltunk, és megkérdeztünk egy traktorost, hogy tudná-e nekünk segíteni. Megálltunk, ugye, hogy itt Homoródó almáson, hogy útbaigazítást kérjünk, és egy traktoros, Levente, akit még nem láttam soha, olyan szíves volt, behívott a házába, megkínált, pálinkával, pogácsával, mindennel, és akkor ő mondta, hogy itt van a faluba Sanyi, aki tudna nekünk segíteni, Szalkai Sándor, itt ül ugye mögöttem Ildikó, Imre bátyám, és akkor Sanyi a jobb szélen, meg Dóri tartja ugye a kamerát, és akkor jövünk a Vargyas szoroshoz. Sokszor jártál már arra, Sanyi, a Vargyas szorosnál? Igen, általában hátette. Hetente egyszer jársz. Az szép, és így turistákat viszel? Közben van, amikor viszek turistákat is, attól függ, hogyha valaki nem ismeri a helyet, vagy fél, vagy kicsi idegen vezetésem van szüksége, tiszta szívesen szoktam segíteni. Értem. És mit gondolsz erről a Vargyas szorosról? Gyönyörű, csodálatos? Szerintem a világ legszebb része. A világ legszebb része? Igen. Na mi nem jártunk még. Nem látta, annak nem is szabad még megholni sem. Értem. Köszönjük. Hát mi is még nem jártunk ugye a Vargyas szorosba, mert mi Dórival azzal foglalkozunk, ugye, hogy járjuk Erdélyt, fotózunk, filmezünk, és ugye hallottam már sokat a Vargyas szorosról, a rengeteg barlangról, de most ez egy kitűnő alkalom lesz, hogy felfedezzük mi is, és nagyon szépen köszönjük a segítségedet, hogy tényleg első szóra eljössz velünk. Hát ez nekem tulajdonképpen kikapcsolódás. Értem. Hát mi is valamilyen szinten ezért választottuk ezt, amivel foglalkozunk Dórival, hogy járjuk Erdélyt, fotózunk, filmezünk, hogy egy kicsit kiszabaduljunk a globalizáció áldásaiból, az, hogy időre kell menni mindenhova. Például itt volt ez az emberke, hogy hívják? Ismered őt, gondolom? Igen. Hát ő, de Vilmos, ő... Vilmos a neve. Vilmos. Bogdán Vilmos. Hát figyelj, neki is most nem időre megy. Fölült a lovaskocsira, akkor odaérkezik, amikor odaérkezik, elvégzi a munkáját, azt visszajön, akkor, amikor. Nem? Tehát nincs az, hogy időre kell kidobálni a ganyét, nem? Hát ez pontosan fordítva van, mert az állattartóknál az idő az nagyon fontos. Hát de nem parancsol neki. De nem parancsol neki senki. Maga az állat. Ja, maga az állat. Időbe kell etetni, fejni, nem. Dolgozni az kell. Végül is ebben igazad van. Dolgozni nincs kell, szabad nap nincs, az állat. Nincs főnöke az embernek, ez a lényeg. Hát de nincs főnöke, meg... Nincs főnöke. Meg azt csinálja, amit szeret. Azt csinálja, amit. Amit tud, ja. Mint ugye a Levente, akivel beszéltem, az is mondta, hogy teheneket tart, meg lovakat.
itt a környéken miből lehet megélni? Mezőgazdaság, ugye? Mezőgazdaság az jó formán zéró, mert nem. Még az én gyermekkoromban itt nagy szántóföldek voltak, kollektív időben használtak, krumplit termesztettek, gabonát, de most már lemondtak az emberek, mert olcsóban megkapják pénzét, mint hogy megműváljék a földet itt általában. 90% a falunak állattartásból. Jövünk tovább ilyen makadám úton a Vargyas szoroshoz, és az előbb láttunk, itt volt mellettünk egy 10 méterre egy róka, és éppen mondom a többieknek, az a jó, ugye, hogy ez az autó, ez a Toyota RAV4-es, ez hibrid, és ugye most egy kicsit lejtőn jövünk, és ez, tehát ugye most elektromosan, elektromos, és nem csinálunk zajt. És a róka is még úgy megállt, de mire elővettem a telefonomat, azért elment. De ez is egy nagyon jó dolog volt. Na, megkérdezzük a bátyát is, hogy mit csinál ezzel az egy szál tehénkével itt, meg azzal a gazdarabbal. Jó napot kívánok! Az mi a kezébe, bátya? Árulja már el nekünk. Magyarulfa. És ezzel mit csinál? Ja, ezzel hajtja a tehenet. Hova hajtja? Bemondok a többieknek. Én meg azt hittem, hogy nem tudom, mondom, hogy az miért van magánál. Azt mit csinált? Elkóvályogott a te? Már elmaradt, itt bemondok. Ja, elmaradt a te. Azt hittem, hogy a medve elől mentette meg. Medve nem piszkálta a teheneket? Nem. Nem? Jó van. De még piszkálása, már sok van. Sok van? Igen. Látott ma is egyet? Na, vagy? Ma nem, még, de még estig lehet. Még estig? Tegnap látott? Nem. Vagy holnap lesz egy napja, hogy tegnap látott egy medvét? Nem látom. Jó van. Isten áldja, köszönjük. Viszontlátásra. Köszönöm. Rövid ideig időztünk Sándor volt nagybátyjának a tanyáján, utána folytattuk útunkat Vargyas szoros felé. Meg is érkeztünk ide a Vargyas szoros bejáratához, átjöttünk a patakon. Itt van a tábla, ugye Almási barlang 2,7 km, meg itt vannak a térképek. Az előbb láttunk medvenyomokat most ebbe a hegységbe, tehát még a Hargita hegységbe vagyunk itt. Azért vannak medvék. Szoktál látni sűrűn, Sanyi? Na, most mondom, hogy sűrűn, de lehet látni. Az ember akkor tud kapni. Mit gondolsz erről, hogy a hírek teli vannak medve sztorikkal? Reggel. Nagyjából az már itt az egész. Az igaz, hogy rengeteg medve van. Túlzott a kaporulat, sokkal csinálnak, de emberre nem olyan veszélyesek, mint ahogy a média. Leközdi. Több kár... Nagyon ritka esetben van ott, hogy emberi származik. Tehát az, hogy most lehozzák a médiába ezeket a medve sztorikat, úgy gondolod több kár, mint haszon? Több kárnak tartom, mint haszonnak. Így is úgy tudok itt. Most például üzletet csinálnak a medve lefényeket. Pénzé elviszik az embereket, bekarják etetésre a medvéket, amivel tulajdonképpen szoktassák az emberközelségüket, nem fognak férni az embereket. Hát van benne ez is valami. Én azért úgy gondolom, hogy az én Székelyföldnek ez a turizmusának az egyik húzó ágazata lehet, mert ezt ésszel kellene csinálni, nem? Hát
vannak már vadászatok, azok, amelyik egy élőhely, vannak emberek, akik rendszeresen filmezik, monitorizálják. Azok normálisan csinálnak, de ahhoz, hogy egy turista csalogatót csináljunk, abból valahova becsalunk egy medvét, minden este pontos időben megnézzük azt, különösen nem természetes élőhely, hogy egy medve eszik. Elkapjuk a medve a vadászattól, nem? Megköpi az ember közelségét, amely vadonnőt, helyetet kerüljön. Jaja. Most egy másik úton jövünk fölfele, a Vargyas szoroshoz. Ez fölülről is fogjuk látni, akkor a szoros? Így van, így van. Mert az emberek nagy többsége meg lent megy ugye a szorosban. Hát a kényelmes, hát turisták azok kihasználja. Hát én is kényelmes vagyok. Most mi hozol erre? Nem fogják látni tulajdonképpen azt, hogy mit jelent az, hogy több. Én látok, amelyik nem menő. Sziklafalak. Húdeték, húdájuk. Viszont a legtöbb részük között. Értem. Ez mi ez a hely pontosan, Sanyi? Most itt állunk a tatárjáráskor a környékbeli falvaknak az emberei. Itt a szorosba, barlangokba bújtak el menedéket keresve. Tatárjárás után a túlélők annak örömére, hogy megúszták, ide építettek egy kápolnát. Ez valószínűleg 1250-es években volt. Tehát az előbb voltunk a tatár kápolnánál, és akkor most a tatár sáncon állunk tulajdonképpen. Tatár sánc, ez egy védelmi vonal volt. Egyes források szerint még Árpád-kori védelmi vonal, itt egy mély sánc, föld, védelmi vonalú ágfával volt kirakva. Egy, mondjam, mindegy határjelzés. Határjelzés a védelmi vonalként. És ez egészen elvileg korondik húzódott? Elméletileg van egy társaság, aki ilyen gyepű feltárással foglalkozik, hogy egész korondik fel lehet lelni. Lárdélyi fenségon itt hosszan meg lehet lelni. Az szép, az szép. Ha dolgoztak. Miután a Tatársánc környékéről fölülről is megcsodáltuk a Vargyas szorost, folytattuk a utunkat magába a szorosba, és leereszkedtünk egészen a patak völgyéig. Jövünk tovább itt a Vargyas patak szurdok völgyébe. Ott alattunk már lehet csillog a patak. Hát egy kisebb folyó inkább most. Meg a hangja is egyre erősebb. Sanyi megy el előttünk, és hát ez ilyen zergei árta ösvény. De talán csak leérünk most már a patak szintjéig. Micsoda? Ja, várjál, akkor segítsél Imre bátyámnak, én meg. Csak ne teessél le, Sanyi. Meg Ildikónak is akkor segíts. Oké. Nagyon szakszerűen, szépen csinálja Sanyi, hozzá nem nyúl az emberhez, de ott van, hogyha kell. Én is így szoktam csinálni egyébként, Sanyi. Na végre lejöttünk. Vagyis én érkeztem le.
Hát ez gyönyörű. Nézzétek, ezek a sziklák, és az előbb ott voltunk fent valahol. Kis csapatunkkal leérkeztünk a Vargyaspatak szürdok völgyébe. És a jó Isten, én azt mondom, igencsak dolgos kedvébe volt, amikor megalkotta a Kárpátok eme a rejtett és csodálatos zugát itt a Hargita hegységbe, a Vargyaspatak völgyében. Egyszerűen csodálatos. Hát ez itt a Vargyaspatak szurdok völgye, és lépcsőkön jövünk fel most az Orbán Balázs barlangba. Mindjárt. Hát ugye sokan nem tudják, Sanyi, még mindig, hogy Orbán Balázs volt ugye Székelyföld leírója, és gondolom itt is járt, ugye? Ő volt a legelső, aki feltérképezte ezt a barlangot. Igen, ő volt aki legelső, aki feltérképezte ezt a barlangot. Sanyi, a Orbán Balázs barlangnak milyen a hossza? A járatainak összhossza meghaladja az 1500 métert. Meghaladja az 1500 métert. Hát itt ugye felvételt már nem fogok tudni jót készíteni. És itt vagyunk a barlang részén, és egy kis denevérkét találtunk. Nézzétek, mögé rakom a kezemet. Látjátok? Milyen kis picike, kis bőregér. Hát itt vagyunk most az a Orbán Balázs barlangba. Hát az Orbán Balázs barlang után a felső kilátók után most itt a patak szurdok völgyébe folytatjuk a sétánkat. Vargyas patak sebes sodrással viszi lefele a Hargita vizeit egészen a Olt folyóig. Szerencsére nem olyan magas a vízállás, így a patak medre mellett közvetlenül el tudunk menni egészen a készített hidakig. Folytatjuk utunkat a Vargyas szorosba, itt még az ösvényen ugye letaposott hó is van. Itt a szorosban mennyi barlang van összesen, Sanyi? Több mint 120 feltárt barlang van. Több mint 120 feltárt barlang. Hát az szép, az nem kevés. Köszönöm. Hát és itt a Vargyas szoros, ugye? Az is jó ebbe a kis szurdokba, hogy ilyen kalandos hidakon lehet átkelni. Gyertek, Imre! Jó, tetszik? Egy kicsit bemozgassam? Nagyon jó! És itt még március elején itt is van egy kis hó. Patakba elég sok mindent lehet látnunk. Most itt egy rákot látok. Nézzétek! Gyönyörűen lehet látni a kis rákot. Jó, hogy a telefonom árnyékot vet. Ilyenkor tavasszal ugye még nincs lombkorona. Nem zöldek a fák, de viszont megvan az előnye is, mert jóval nagyobb a látástávolságuk, ugye így az erdőkbe. De medvét még nem láttunk.
Hát nem kérdeztem meg Sanyit, de most már meg fogom kérdezni tőle, hogy hány ilyen függőhíd van. Nézzétek, ott van középen. És nézzétek, micsoda sziklák vannak fölötte. Jó kis kanyart vág le itt a Vargyaspatak. Jövök át a hídon, de ott tovább már lehet látni, hogy még egy híd van. Jaj. Na, kilengett elő. Alattam elég szépen. Még bele ne essek. Hány ilyen függőhíd van, Sanyi, összesen, vagy híd? 7 vagy 8, pontosan. 7 vagy 8, meg se számoltad még te se. Hát már nem is tudom én hányan keltünk át, hallom. Ez lesz az utolsó? Vagy az első, attól függ, hogy merről jövünk? Hú, és mennyi hóvirág, ezt nézzétek meg. Hát igen, a természet kezd éledni. Ezt nézzétek meg, mennyi hóvirág van, így lejjebb jövök, és lehet látni a sok kis fehér virágocskát, nézzétek.